Egy kis filmmel kezdődött a Jedlikesek rendhagyó tolerancia órája, amely az 1944-es történéseket idézte fel. A Holokauszt Emlékközpont munkatársát első hízben hívták meg az intézménybe, hogy interaktív előadásával ismertesse a legsötétebb korszak történéseit. Az iskola végzőseit minden évben felviszik a terrorházába, de ez a prezentáció most mégis más, hiszen itt a tolerancia kapja a hangsúlyt, a megértés és a békés együttélés népszerűsítése. Ugye ez azért jó, mert a diákoknak valami olyan ember, aki sokkal hitelesebb, mint a tanár, hiszen a tanárral minden nap találkozik, egy külső előadóval pedig talán legközelebb 10 év múlva, vagy nem tudom mikor. Tehát így hitelesebbé válik, és a diákok jobban odafigyelnek. Nyilván az előadó is sokkal profibb, sokkal hozzáértőbb. A foglalkozás nem csak a vészkorszak tényeinek, tanulságainak feldolgozásában és megértésében segít, hanem a mai kor kihívásait is igyekszik elfogadtatni a diáksággal. A Jedlik igazgatója úgy véli, minden intézménynek élnie kell az emlékközpont szolgáltatásaival, mert az ingyenes előadásokból sokat tanulhatnak a gyerekek.